A Beregszászi Rátkóczi téren vagyunk, ahol Esze Tamás mellszobra is áll. Esze Tamásnak a mellszobra szimbolizálja elsősorban a zászlóbontást. Azt a zászlóbontást, ami a szabadságharcnak az első, nagyon fontos momentuma volt. A zászlóbontás három helyszínen történt. Az első helyszín Esze Tamásnak magának a szülőfalujában, Tarpán, ahol 300 kuruc katona csatlakozott a sereghez. Utána átjöttek Váriba, a kárpátaljai Váriba, ahol szintén támogatásra talált a szabadságharc. Ugye itt több mint 50 ember csatlakozik a kis csapathoz, és másnapra pedig átjönnek Beregszászra. Beregszászon ezen a téren több mint 300 évvel ezelőtt piactér volt, és a piactéren, ahogy szokott lenni, nagyon sok ember volt. Esze Tamásik ide vonulnak a piactérre, szekérre áll fel Esze Tamás, és felolvassa a brezáni kiáltványt. Azt a brezáni kiáltványt, amit II. Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós fogalmazott meg, és Esze Tamásnak adott át. Abból a célból, hogyha jeleznek, akkor elindíthatják a felkelést 1703. május 22-e körül. De mint ahogy szokott lenni, a zászlókat, amikor Esze Tamásaik leértek a hegyekből, akkor rögtön kibontották, és Beregszászban van az a színhely, ahol nem csak zászlót bontanak, hanem lovas és gyalogos, úgymond hadsereget formálnak meg. Ez nagyon fontos volt azért is, mert így reménnyel indulhattak II. Rákóczi Ferenc felé a vereckei hágóra. A beregszászi eseményekkel kapcsolatban még meg kell említeni, hogy itt egy Kemsei Sámuel nevű bíró volt akkor Beregszásznak a főbírája, aki szintén támogatta a szabadságharcot, szintén részt vett a helyi eseményekben, és neki köszönhetően sikerült annyi embert összeszedni itt ezen a téren, és elindulni Rákóczi Ferenchez, a vereckei hágóhoz. De ameddig a vereckei hágóhoz értek, közben egy nagyon fontos dolog történik. 1703. június 7-én ugyanis megtörténik, végbe megy a Dolhai csata, ahol ezen az újonnan szerveződött csapaton rajtaütnek a szatmári Károlyi Sándor vezette nemesi bandéria, és ezt a kis sereget szétszórják. És amikor már igazán indulni kellett II. Rákóczi Ferenc elé a vereckei hágóhoz, akkor ezekből a csapatokból 100-valahány ember maradt. Esze Tamásnak a biztató szavaira összegyűltek, és hát így II. Rákóczi Ferenc elé mertek állni, és II. Rákóczi Ferenc elgondolkodhatott, hogy ez a hát néha mezitlábos, rosszul felfegyverzett csapattal hogy fog szabadságharcot indítani a Habsburgok ellen, akik a legerősebb hadsereggel rendelkeztek Európában. Nem sokkal ezután II. Rákóczi Ferenc leereszkedett csapatával a hegyekből, ekkor csatlakoztak hozzájuk a lengyel zsoldosok és mindazon katonák, akik csatlakoztak a menetelés során, akik csatlakoztak az Alföld felé való úton. Az első támadásuk
mondhatjuk így, hadjáratuk az Munkácsnak indult, Munkács felé. Itt menekülniük kellett, visszaszorulnak a hegyekben, és második alkalommal jönnek át győztesen a Tiszán, 1703. július 16-án, amikor sikeresen végrehajtják a tiszai átkelést, és a szabadságharc ugye kiterjed az Alföldre, kiterjed Magyarország teljes területére.